Interaktív konferenciát tartottak a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőinek részvételével. Az előadásokat követő kérdések a rendszer tökéletesítését célzó párbeszédeket indítottak. A legfontosabb az, hogy a jelzések időben érkezzenek a problémás helyzetek megoldása érdekében. A rendőrség számára a gyermek és ifjúságvédelem mindig kiemelt terület volt, a másik oka pedig az, hogy megszerveztük már második alkalommal a főkapitányságon a gyermekvédelmi konferenciát, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetői között folyamatos kapcsolat alakuljon ki. Elengedhetetlen, hogy ismerjük egymás tevékenységét, munkáját, kompetenciáit, mert szükség esetén csak így tudunk hatékony segítségnyújtást biztosítani. Dr. Kruták Gyula ügyész az elmúlt 30 évben számtalan alkalommal megjelent már a rendőrségen, hasonló a gyermekvédelem területén működő kapcsolattartás segítő és elmélyítő egyeztetéseken. Azóta azért van egy új eljárási törvényünk, van egy új büntető törvénykönyvünk, vannak új tényállásaink. Haladunk a korral, az unióval, az elektronikával, a fejlődéssel. 30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt a gyermekpornográfiának ilyen formájú megjelenése, ami gyakorlatilag ma, nem azt mondom, hogy az életünk szerves részévé vált, de mind gyakrabban találkozunk vele sajnos. A jogszabályi változások értelmében a kormányhivatal fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet a jelzőrendszeri tagmunkáltatónál a jelzés elmulasztásáért. Kiemelté vált mostanra például a kötelező védőoltások nem beadatása is a gyermeknek, de kötelező a jelzőlap használata is. Tulajdonképpen a mi felfogásunk szerint egyébként a jelzőrendszernek tagja minden állampolgár, mert ezek a gyermekekkel kapcsolatos bűncselekmények úgy gondolom, hogy közügyek, tehát nem maradhatnak a négy fal között. De hogyha szoros értelembe vesszük a jelzőrendszert, akkor a jogszabály meghatározza azon szervezetek körét, akinek a munkája kapcsolódik a társadalom valamilyen pontjához szorosan, a házi orvosok, védőnők, a rendőrök, az áldozatsegítők, és nekik jogszabályi kötelességük, hogy a munkájukon túl egy ilyen kiterjedt figyelemmel járjanak el a gyerekeket érintő esetek kapcsán, és hogyha bármilyen veszélyeztetettséget érzékelnek, akkor azt a megfelelő helyre, ha kell hatósághoz, ha kell a gyermekjóléti szolgálat felé jelezze. Nagyon fontos, hogy milyen hamar érkezik jelzés a problémáról. A gyermekvédelmi jelzőrendszer fontos része a lakosság, ezért kérik, hogyha azonnali beavatkozásra van szükség, keressék az illetékes család és gyermekjóléti szolgálatot, ahol munkaidőn túl készenléti szolgálatot tartanak. Nyíregyházán ezt a 3620-9282-367-es telefonszámon tehetik meg. Sokszor kényes témának érzik ezt akár a szomszédok, akár a hozzátartozók a magánügyben nagyon nem szeretnek beavatkozni. Mindig azt mondjuk, hogy bármilyen veszélyeztető és különösen súlyos veszélyeztető körülményt tapasztalnak, jelezzék ezt, ha más nem név nélkül a 112-es hívószámon. A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői kérik a lakosságot, segítsék a munkájukat és a bajba jutottakat az azonnali jelzésekkel.